Mi a mostani helyzetben sajnos beszorultunk a saját kis kertünkbe vagy lakásunkba. Éppen ezért, hogy egy kis mozgást bevigyünk, a lányok mutatnak nekünk néhány nyújtó gyakorlatot, amit bármilyen korosztály nyugodtan megcsinálhat. Ezeket a gyakorlatokat akár reggel is lehet végezni, hogy egy kicsit átmozgassuk a testünket, illetve ha mondjuk kertészkedtünk egyet, akkor nyújtó gyakorlatnak ezek nagyon jók lesznek a kerti munka után. Felülről fogunk lefele haladni, végig a lábakig, és mindenféle nyújtást elvégzünk ilyen szempontból. Lehet állva vagy ülve is végezni ezeket a gyakorlatokat, teljesen mindegy. Mi most kezdjük állva, aztán majd mutatunk ülős gyakorlatot, jó? Az első feladatunk, hogy jobb kézzel átnyúlunk a fejünk felett, bal oldalra elkezdjük húzni, csak óvatosan, kicsit húzzuk a nyakunkat, jó? Ezt legalább 15 másodpercig mindkét oldalra megtehetjük. A vállunkat feszítsük le, erre ügyeljünk, mert akkor még jobban nyúlnak az izmok. Majd egy kis fejkörzéssel fogjuk folytatni. A fejünket előre hajtjuk, de csak válltól vállig végezzük a körzéseket. Mind a két oldalra legalább kétszer-kétszer próbáljuk meg összehozni. Most jöhetnek a kar nyújtásai, az alkart megfogjuk, nem kell egyenesen, kicsit hajlított kézzel, és toljuk a mellkas felé. Fontos, hogy a vállunkat ezúttal is feszítsük lefele. A fejünket húzzuk a kar irányába. Ezeket is 15 másodpercig legalább megtartjuk. Ugye, ha cserélünk, és megvan a 15 másodperc, folytathatjuk tovább a kar lazítását. Feszítsük hátra a kezünket, úgyhogy megnyújtjuk a vállunkat. Ezt is majd mindkét oldalra megcsináljuk, ezeket is legalább 15 másodpercig megtartjuk. Majd hátul összekulcsoljuk a kezünket, és túljuk fölfelé. A mellkasunkat próbáljuk meg kitolni egy kicsit, de csak annyira húzzuk, amennyire engedi. Idővel ugye ez egyre több és nagyobb távolságot enged a hátunktól. Most előre hajolunk, és így nyújtsuk. Egy kicsit. Minél jobban összenyomjuk a lapockánkat, annál jobb hatást fogunk elérni. Jó. Most jöhet a triceps nyújtása. A kezünket az azonos oldali lapockánkhoz próbáljuk megérinteni. A másik karral pedig rásegítünk. Húzzuk a könyökünket a lapocka irányába. Ezt is legalább 15 másodpercig tartsuk meg, majd cseréljünk kezet. Most haladhatunk lefele. Tegyük az egyik kezünket az csípünkre, a másik kezünket nyújtva. Tegyük a fülünk mögé, és dőljünk el csípőretett kéz irányába. Ugye ezt akár a földön ülve is lehet végezni. A földre akár egy törölközőt, polifómot, vagy egy plédet terítünk, tökéletesen megteszi. Ugye itt is 15 másodpercet legalább megtartunk, és megpróbálunk minél messzebb nyúlni.
Most foghatunk egy törölközőt, vagy akár egy plédet. Leülünk törökülésbe. Nem kell szabályos törökülés, kinek milyen módon működik ez. Megfogjuk a sípcsontunkat, és domborítjuk a hátunkat. Kicsit előre hajtjuk a fejünket. Próbáljuk meg a lapockáinkat minél távolabb tartani egymástól. Ezt a pózt is, hogyha megtartjuk 15 másodpercig, akkor érezhetjük, hogy a lapockáink távolodnak egymástól. Majd összekulcsoljuk az ujjainkat, és nyújtózkodunk fölfelé. Nézzünk fel, hogy a fejünk a gerincoszlop meghosszabbítása legyen. Megtartva ezt a pózt, elengedjük a kezünket, és a kezünkkel is nyújtózkodunk. Egy kicsit. Legalább 8-8 darabot. A jobb-bal kéz nyújtózkodásából. Jó. Kinyújtjuk az egyik lábunkat a talajra, a másikat combnál behajlítva. Próbáljuk meg minél előrébb nyújtózkodni, ugye a nyújtott lábunk felé. Figyeljünk arra, hogy a térdünk, ha lehet, maradjon nyújtva. Nem muszáj a lábujjunkat érinteni, ha lehet. Csak a bokáig érünk el, az is jó, hogyha a sípcsontunkat fogjuk, az is jó. Nem szabad túl elültetni magunkat egyből. Ugye ezt is megtartjuk legalább 15 másodpercig, majd lábcsere. És ugyanígy a másik lábunknál is megnyújtjuk az izmokat. Fontos, hogy ne hajolgassunk előre, hanem csak próbáljuk meg megtartani azt a pózt, ami még kényelmes számunkra. Most jöhet a derékszöges ülés, vagy az úgynevezett Z ülésünk. Ugye mind a két térdünk, térdhajlatunk derékszögben próbál meg elhelyezkedni. Minél közelebb hajolunk a vállainkhoz, hogy a bokát elérjük a fejünkkel, ugyanezt a másik lábunkkal is megcsináljuk, ugye pózcsere. Megint figyeljünk a derékszögekre, és a homlokunkkal megpróbáljuk elérni a bokánkat. Ezzel a combizmainkat nagyon jól megnyújtjuk, ugye ezt a pózt is legalább mind a két oldalra 15 másodpercig tartsuk meg. Tegyük össze a talpunkat a következő feladathoz. Ezt egyenes háttal próbáljuk meg mindenképpen megcsinálni, és a köldökünket próbáljuk meg tolni a sarkunkhoz, tehát közelítsük a sarkunkhoz. Itt érezhető mind a combizmok, mind a hát nyújtása. Ugye miután megfeszítettük az izmainkat, most egy kis lazításképpen domborítsuk a hátunkat. És megpróbáljuk a homlokunkat érinteni minél lejjebb. A hajlékonyaknak elmegy akár a sarkáig is, de semmi probléma, hogyha ez nem sikerül egyből. Itt is fontos, hogy ne hajlítgassunk, hanem csak próbáljuk meg megtartani azt a pózt, ami még kényelmes számunkra. Következőnél a bal talpunkat helyezzük el a talajon. A jobb lábunkat helyezzük el a balt tért fölé. Támaszkodjunk meg magunk mögött. Emeljük fel a fenekünket a talajról.
Ennél a gyakorlatnál a mellkasunkat közelítsük a lábunkhoz, a térdeket pedig toljuk előre. Közben lehet egy kis bokakörzést is végezni. Akár kifelé, akár befelé, ezt cserélhetjük nyugodtan. Közben lehet akár egy kicsit pihenni is, hogyha nem tudjuk a karunkkal megtartani magunkat. Következő egy kis terpeszüléssel kezdődik. Próbáljuk meg letenni a könyökünket a talajra. Ez persze a kötött izmúaknak kicsit nehezebb, meg akiknek rövidebb a keze, de persze ez sem probléma. Kicsit előre hajolunk, és ezt a helyzetet megtartjuk. Ha lehet, minél hosszabb ideig. Így nyúlnak mind a láb, mind a hátizmok. Oldalra fordulunk. Fogjuk meg a felső láb lábfejét. Ugye húzzuk hátra a térdünket, a csípőnket próbáljuk meg előre tolni, ezzel a horpaszt is meg tudjuk nyújtani. Majd megfordulunk a másik oldalra, ugyanezt megtesszük. Ugye az alkartámasznál a kényelmes pozíciót keressük. Átfordulunk hasonfekvésbe. A tenyerünket helyezzük el minél közelebb a hasunkhoz. Ezzel letámaszkodunk. Majd toljuk fel magunkat. Ezáltal ugye a hasizmainkat megnyújtjuk. Fejünk ne lógjon, ugye, hanem döntsük hátra, mint ahogy látjuk a lányoktól is. Majd ezután ráülünk a sarkunkra. Kezeinket nyújtva ugye előre tesszük, és előre nyújtunk. Fejünket megpróbálhatjuk letenni a talajra, de ha nem sikerül, azzal sincs probléma. Majd ugyanezt a pózt megtartva, az egyik kezünket áttesszük a másik alatt, és megpróbálunk arra kitekinteni. Megcseréljük a pózt. Itt is megtartjuk a 15 másodpercet, ha ez megvan, felállunk, és kicsit lerázzuk az izmainkat. Ugye a lábizmokat érdemes majd ülve lerázni.
helyet foglalunk, térdeplő állást veszünk fel, és lerázzuk az izmainkat a lábunkon is. Köszönjük a lányoknak ezt a gyakorlatot. Reméljük mindenki tudja majd követni és meg tudja csinálni, mert ezek nem egy bonyolult problémák, és tudunk mindenkinek segíteni ezáltal, hogy egy kicsit frissebbnek és fittebbnek érezze magát. Kívánjuk, hogy mindenki érezze jól magát a torna közben, és vigyázzon magára.